estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a hírhetet látják augusztus 12-én csütörtök este 7 órától. Nézzük főbb híreinket egy-egy mondatban röviden. Eredményes a nyár a Zemplén Kalandparkban. Több sátoraljaújhelyi iskola is csatlakozik a Covid elleni oltási programhoz. Kábítószerkereskedőket fogtak el a sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság munkatársai. A múlt év kimagasló látogatottsága mellett az idei nyár is nagyon eredményesnek bizonyul a Zemplén Kalandpark számára, annak ellenére, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően több élményelem is szünetel a nyári hónapokban. A Magashegy három szintjén kialakított Zemplén Kalandpark egész évben várja a látogatókat Sátoraljaújhelybe. Ez az a hely, ahol korosztálytól függetlenül mindenki megtalálhatja azt, amivel a legjobban tud kikapcsolódni. Mi úgy látjuk, hogy jöhet jégeső, jöhet kánikula, a Zemplén Kalandpark népszerűség az továbbra is töretlen a vendégeink előtt. A múlt év ugye kimagasló teljesítményt hozott, köszönhetően nyilván a belföldi turizmus erősödésének is, és ilyen szempontból ez nekünk is egy célszám volt erre az időszakra nézve a fejlesztések ellenére, és úgy látjuk, hogy a Zemplén Kalandpark népszerűség az továbbra is töretlen, hiszen a múlt év május, június, illetve július hónapokat összehasonlítva az idei év hasonló három hónapos periódusához azt látjuk, hogy a Bobra érkező vendégeink száma egy néhány száz fővel még emelkedett is, pedig múlt éven valóban nagyon-nagyon sok vendég érkezett hozzánk. Úgyhogy úgy látjuk, hogy ez egyrészt a kimagasló marketing munkáknak is köszönhető, másrészt pedig annak a megalapozott hírnévnek, amely az elmúlt évek során sikerült a vendégeink számára eljuttatni, hogy Zemplén fővárosába és a Zemplén Kalandparkba érdemes jönni, érdemes ezt a régiót felkeresni és több napot eltölteni nálunk. A legnépszerűbb bobpálya mellett a nemrégiben megújult kalandpályák is a vendégek rendelkezésére állnak, ahol különböző szinteken tehetik próbára magukat az izgalmakra vágyók. Jelenleg a bobpályánk, ami hazánk leghosszabb és legextrémebb bobpályája működik, a mászófalunk belső része, valamint a kalantúra pályákat, illetve a hófánk pályát is sikerült megnyitnunk, és nagyon nagy népszerűségnek örvend a vendégeink körében. Az elmúlt egy hónapban több mint 1000 vendéget láttunk most már vendégül a kalantúra pályáinkon, ugye ez 6 megújult kalantúra pályát jelent, illetve a hófánk pályáink is átkerültek és megújultak. Itt 2 hófánk pályáról beszélünk, itt úgy szintén nagyon-nagyon sok vendég, elsősorban természetesen gyerekek próbálják ki. Bár jó magam is lecsúsztam, és azt kell mondanom, hogy elég komoly élmény, tehát mindenképpen érdemes kipróbálni, és érdemes ajánlani ezt kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Tóth Csaba elmondta, a szezon elején jellemzően a régióból, Borsod-Abaúj, Zemplén és Szabolcs megyéből érkeznek a vendégek, viszont július, augusztus és szeptember hónapokban már gyakran előfordul, hogy nem csak Budapestről, hanem számos dunántúli településről érkeznek látogatók, hogy Zemplén csodálatos világát felfedezzék, illetve a kuriózumnak számító kalandparkba is betérjenek. Magyarország kormánya döntött a 12-18 éves köznevelési oktatási intézményekben tanuló személyek koronavírus elleni oltásának lehetőségéről, melynek kitűzött időpontja augusztus 30-a és 31-e. Az erről szóló értesítést minden intézményvezető postai úton megkapta, akiknek augusztus 5-éig kellett felmérniük, hány fő szeretne élni az oltás lehetőségével. Több sátoraljaújhelyi iskola is bekapcsolódik a szervezett oltási programba. A magyar lakosság koronavírus elleni átoltottságának növelése érdekében külön oltási akciót szerveznek a 12-18 éves korosztály részére. A tervek szerint még iskola kezdés előtt minden iskolában lehetőséget kell teremteni a gyerekek beoltására. A Sátoraljaújhelyi magyar-szlovák két tanítási nyelvű nemzetiségi általános iskola diákjai is készülnek a vakcinák felvételére. Mi is megkaptuk a Borsod-Abaúj Zemplén megyei kormányhivatal felhívását, hogy mérjük fel a 12-18 éves korosztályt, miután a Magyarország kormánya döntést hozott ezeknek a korosztályú tanulóknak, illetve szakképzőintézmények, középiskolások, általános iskolások oltásáról. Így aztán valóban a szülők körében felmértük az igényt. Egyébként a mi intézményünk szintjén ez a korosztály, ugye ez érinti néhány ötödikes tanulót, hatodikos
6-osokat, 7-eseket, 8-osokat, 33 tanuló van összesen, ebből 5-en jelentkeztek erre a COVID-19 elleni oltásra, és a cél az, hogy augusztus 30-31-én ilyen központi oltási pontokon szervezzék meg nekik az oltást, ami bízom benne, hogy azt is jelenti majd, hogy meg tudjuk nyitni a tanévet, és hogy ugye védettebben érkezünk a 2021-22-es tanévre, és tulajdonképpen akkor egy ilyen 15%-os igényről beszélhetek. Voltak olyan diákok is, akik a nyár folyamán már éltek az oltás lehetőségével, és felvették a koronavírus elleni védőoltást. Meglepetésünkre már 2 olyan tanuló is beszámolt arról, hogy már be is vannak oltva, illetve volt még egy 11 éves kislány is, aki érdeklődött volna, de még az ő korosztályukat ez nem érinti. Tehát tulajdonképpen egy ilyen érdeklődésről tudok számot adni. Egyébként, ami a tantestületet illeti, tehát példát mutattunk a tanulóknak és a szülőknek, hiszen amikor a felnőttekről és a pedagógusok és technikai dolgozók oltásáról volt szó, ugye áprilisról beszélünk, akkor mi azért nagy százalékban beoltattuk magunkat néhány kivételre, úgyhogy tulajdonképpen bízom benne, hogy ez elég védettséget ad majd, hogy valóban be tudjuk indítani az új tanévet, hiszen nagyon-nagyon fontos lenne, hogy mi egymás körében nem aggódva ettől a további fertőzéstől és az újabb törzsektől félve kezdjük a tanévet, de hogy mégis hogyan alakul, mert ugye augusztus elejét írunk, hát amit kértek tőlünk, mi azt megtettük. A vakcinákat országszerte az iskolák épületében adják majd be, ugyanakkor az intézmények nagy száma miatt összevont oltóhelyeket is kialakítanak, melyekre a tankerületek tehetnek javaslatot. A Sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság munkatársai az elmúlt hét során 3 esetben indítottak nyomozást tudatmódosítószerek terjesztése, fogyasztása miatt. A bűncselekmények leleplezésére legtöbbször a közterületeken történő ellenőrzés során került sor. Az előállított személyeket kihallgatták, ezt követően házkutatást tartottak az elkövetőknél, amikor újabb bizonyítékok kerültek elő. A kábítószerek világában 2005-ben veszélyes változás következett be, megjelentek az új pszichoaktív anyagok, amelyek 2010-ben kezdtek igazán elterjedni. Az elmúlt 10 évben ezekből a kiszámíthatatlan összetételű és hatású szintetikus szerekből 500 különfélét dobtak piacra Európában. Sátoraljaújhelyen is jelentős mértékben megnőtt ezeknek a szereknek a terjesztése és fogyasztása. A közterületi szolgálat ellátás során fokozott figyelemmel járunk el az olyan személyeket illetően, akik vagy a viselkedésük alapján, vagy esetleg korábban már a látókörünkbe kerültek kábítószer vagy új pszichoaktív anyag terjesztése, fogyasztása kapcsán. Ennek tudható be az, hogy a kollégák 3 esetben is igazoltatás, ruházatát vizsgálás során kábítószergyanús anyagot foglaltak le, ezt követően a személyeket előállítottuk bűncselekmény gyanújának okán a rendőrkapitányságra. Kihallgatásukat követően további házkutatásokat foganatosítottunk, ahol több esetben előkerült szintén kábítószergyanús anyag. A kábítószer és a pszichoaktív szerek fogyasztása hosszú és rövid távon is jelentős mellékhatásokat okoz, melyek halálos kimenetelőek is lehetnek. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy nagyon gyakori az utóbbi években, ez eléggé elharapódzott. Picikét nehéz, nem is picit, nagyon nehéz helyzetben van a nyomozóhatóság, ugye a törvényi szabályozás, egyéb szabályok miatt nagyon nehezen bizonyítható egyes aspektusai ennek a bűncselekménynek, főleg a terjesztés. Sok esetben nem tesznek terhelő vallomást a terjesztőkre érthető okokból, ugye, és viszonylag kevés eszköz áll a rendelkezésünkre hogy ezeket a cselekményeket megfelelő módon bizonyítsuk. De nyilván mindent megteszünk, és a körülményekhez képest eléggé nagy sikerrel alkalmazzuk ezeket az eszközöket. A szakértői véleményezés után dől el az elkövető személyre kiszabható büntetés mértéke, mely súlyosabb esetben akár 2-től 8 évig terjedő börtönbüntetést is vonhat maga után.
Idén két napos rendezvénysorozaton vehettek részt azok, akik Karcsán vagy környékén laknak. A legkisebbektől a fiatalokon át az idősekig mindenki megtalálhatta az életkorának megfelelő programot. A karcsai falunapra idén is több ezren látogattak el. A gyermekeket cukorágyú, habfürdő és egyéb kézműves foglalkozások várták, az idősebbek pedig zenés produkciókat élvezhettek. Karcsán a falunap idén is népszerű volt, több ezren vettek részt az esti programokon. A kétnapos rendezvénysorozaton nem csak a helyben élőket, hanem a környező településről érkezőket is szívesen látták. Nem vagyok büszke ember, de a falura büszke vagyok. Nem vagyok egy büszke típusú ember. Én úgy gondolom, hogy ahogy már több alkalom is lenyilatkoztam, nagyon sok minden történik ebben a faluban, és ez az esemény is ilyen. Rengeteg fejlesztések vannak, de ugye most a falunap a lényeg. Kétnapos rendezvényünk van. Ezt el kell mondjam, hogy ez pályázaton belül, egy részét pályázaton belül, egy részét pedig az önkormányzat önerőből csinálja. Aztán nagyon bízom benne, hogy sikeres lesz. Komoly fellépőket sikerült rendeznünk. A pénteki napnak az apropója az ugye, hogy szombaton szinte az egész ország rendez, ahol lehet a pandémia után. Örülünk, hogy kiszabadultunk. Nem meglepő, hogy a rendezvény több napos volt, hiszen a korábbi években volt példa olyanra is, hogy három napi programot szervezett az önkormányzat. És valamikor három napossal kezdtük, de az túlnőtt bennünket. Tehát ezt megszervezni, én, ahogy az előbb a magánbeszélgetésünkben említettem, én minden reggel 5 órakor kelek, és 10, illetve 11-kor fekszem. Az azt jelenti, hogy 15 órás munkanap, minden nap. Én várom már a végét, de nagyon örülök, hogy ennyien vagyunk. És korábban, ahogy említettem, még a Molnár István emléktorna is belefért, tehát péntek, szombat, illetve vasárnap. De most az emléktornát arrébb fogjuk tenni, ugyanis fizikálisan lehetetlenség megvalósítani ennek a kisfalunak a háromnapos rendezvényét, úgyhogy maradunk a kétnaposnál, bízom benne, hogy ez jövőre is így fog történni. A településre látogatók több zenés program közül válogathattak. Itt most 4 komoly fellépő lesz, órás koncerteket adnak, ugye nem reklámozom őket, le van írva, illetve megkapták értesítésbe. 4 fellépőt kértünk, gondolom, hogy nagyon sokan érkeznek erre a rendezvényre. Továbbra is úgy gondolom, hogy színvonalas műsor lesz, van kiszolgálás, és van gyrosztól a hamburgerig, a babgulyástól a egyéb más italig. Ami kérésem volt az, hogy lehetőleg dobozos italokat hozzanak, nem pedig üvegeseket, mert tavaly előtt helyesebben körülbelül azt mondom, hogy 10-20 ember 5 órán keresztül szedte az üvegdarabokat, ahogy összetörgelték, hogy ezért dobozos italokat kértünk. Az önkormányzat tervei szerint következő évben még több programot tudnak kínálni az érdeklődőknek. Új állandó művészeti kiállítás nyílt Kékeden. Az alkotásokat főleg amatőr művészek készítették, akik a településről vagy annak környékéről származnak. A kiállítással szeretnének hagyományt teremteni, hogy feléleszék a kultúra és a művészet iránti szeretetet a településen. Az önkormányzat tervei közé tartozik, hogy a következő éven szeretnék bővíteni a kiállítást, illetve egy értéktárat létrehozni. Hagyományteremtés, a kultúra felélesztése, festmények, tájképek és portrék. Kékeden egy új állandó kiállítás nyílt a helyi alkotók műveiből. Ennek egyik szerepe az, hogy megmutathassák az amatőr művészek alkotásait az érdeklődőknek, mindemellett pedig hagyományt szeretnének teremteni azzal, hogy minden évben rendeznek egy kiállítást. Kékedkösség önkormányzatának egyik fontos célkitűzése a közös értékek megtartása, a hagyományok ápolása, megőrzése, és ennek érdekében nagy hangsúlyt fektet a közművelődés biztosítására, a kulturális élet szervezésére, a helyi közösségi élet fejlesztésére. Önkormányzatunk hisz benne, és osztja Cakó Gábor Kossuth-díjas író véleményét a kultúráról miszerint. A kultúra maga a nép, az alapvető értékekben együtt gondolkodó közösség. Ha nincsenek alapvető közös értékek, nincsen kultúra. Az alkotások között vannak tájképek és portrék. Anyagok és stílusok közül is több megtalálható a kiállításban.
Népszerűsíteni szeretnék a helyi művészeket, és azt remélik, hogy következő évben még több alkotást tudnak majd bemutatni a közönség számára. A művészeti kiállításunk a Kéket településen és a környező településeken élő amatőr művészek alkotásait mutatja be, amellyel önkormányzatunk szerette volna felhívni a figyelmet arra, hogy a kultúra nem csak a nagyvárosokban, hanem a kicsi településeken is jelen van. A kultúra bennünk van emberekben, jelen van közösségeinkben, kötelességünk örökül hagyni a következő nemzedékek számára. A kultúra ünneplésében, a kulturális értékeink megőrzésében, a közös értékeink teremtésében, a kulturális élet szervezésében szükséges az önkormányzatoknak egyedül és összefogás útján is szerepet vállalnia. A polgármester hozzátette, hogy nem titkolt szándék az, hogy egy értéktárat hozhassanak létre, melynek szerves részei lesznek a művészek alkotásai. Fontosnak tartják a kultúrát, és ennek szerves része a kiállítás. Hírműsorunk végén nézzük főbb híreinket ismét egy-egy mondatban röviden. Eredményes a nyár a Zemplén Kalandparkban. Több sátoraljaújhelyi iskola is csatlakozik a COVID elleni oltási programhoz. Kábítószerkereskedőket fogtak el a sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság munkatársai. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap a megszokott időben ismét jelentkezünk a legfrissebb hírekkel, viszontlátásra!